A betörők egyik kedvenc város része a felsőváros volt, hiszen a páros a gyanú szerint itt több bűncselekményt is elkövetett. A rendőrség szerint a férfiak számlájára több mint 50 betörés írható. A tettesek családi házakban és pincékben is fosztogattak. Szívesen loptak például műszaki cikkeket és ékszereket, de attól sem riadtak vissza, hogy élelmiszert vigyenek el a kiszemelt helyről. Az egyik gyanúsítottat még 2011 tavaszán fogta el a hatóság. A gyanúsított éppen egy betörésből származó laptopot kísérelt megértékesíteni, amikor a kollégáim elfogták. A gyanúsított a kihallgatása során megnevezett társát, akit akkor még nem, de egy hónap a később a köröz, kiadott körözés alapján sikerült szintén elfogni. A másik gyanúsítottat a Mohai Körzeti Megbízott fogta el egy igazoltatás során. A férfi, miután 26 betörés elkövetését beismerte, házi őrizetbe került, innen azonban Ausztriába szökött, ahol szintén betörésekből tartotta fenn magát. Az ügyészség nemzetközi elfogatók parancs kibocsátását kezdeményezte. A Székesfehérvári Városi Bíróság jelenleg járásbíróság ezt kibocsájtotta, és az Ausztriai hatóságok segítségével, jogsegély keretében szállították haza. A betörő páros mindkét tagja jelenleg börtönben van. Bírósági tárgyalásuk várhatóan néhány héten belül elkezdődik. A székesfehérvári férfiakat több százezer forint értékben elkövetett lopással gyanúsítja a rendőrség.